Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Egy-egy tömegrendezvényen megszokott, hogy kulcsra zárható szekrényekbe helyezzük értéktárgyainkat, vagy egyszerűen csak jobban rajtuk tartjuk a szemünket. Az interneten azonban jellemzően sokkal óvatlanabbak vagyunk. Ez pedig személyes adataink, de akár a pénzünk is bánhatja. Az elmúlt években egyre súlyosabb problémát jelentenek a virtuális kártevők. Vírusok, adathalászat, zsaroló és kémprogramok. Mekkora veszélyt jelentenek, és hogyan tudunk ellenük védekezni. Vendégem a témában Pintér Huszti Andrea, a Debreceni Egyetem informatikai kar számítógép tudományi tanszékének egyetemi docense. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát itt vannak problémák, vannak adathalászok, vannak csalók, de azt gondolom, hogy megkönnyítjük a dolgukat. Tehát ha csak a jelszavakra gondolunk, azért úgy gondolom, hogy elég általános, hogy elég könnyű jelszavakkal operálunk egyes felületeken. Igen, sajnos ez egyszerűen az emberi mi voltunkból ered, hogy igyekszünk olyan jelszavakat választani, amit könnyű megjegyezni. És innentől kezdve kötjük valamihez, családtag nevéhez, születési dátumhoz, foci csapat nevéhez, és minden ilyen jelszó, ez sajnos gyenge jelszónak minősül. És ennek mekkora a veszélye, hogyha mindenhol ugyanazt a jelszót használjuk? Ha mindenhol ugyanazt a jelszót használjuk, ha egyszer kitudódik, akkor bár minden más felületen is ugyanúgy nyilván támadók élnek a lehetőséggel. Mindenféleképpen valamilyen biztonságos jelszót kell, hogy válasszunk. Tehát elég komoly veszéllyel járhat. És azt hogyan tudjuk megtenni? Tehát, hogy megjegyezhető legyen? Mert legalább én most, hogyha azon gondolkozom, hogy legalább 20-30 helyen regisztrálva vagyok portálokon, szolgáltatóknál, felületeken. Mi a titok? Hogy milyen tanácsot tudna nekünk adni, hogy meg is jegyezzük ezeket? Én hát ugye mindig kötjük valamihez, tehát érdemes valamilyen mondatot kitalálni, tehát hogy a kedvenc unokám keresztneve Viktória, és akkor vesszük ennek a mondatnak a szavainak például az első betűit. És akkor innentől kezdve nyilván ki lehet emelni például a Viktóriát, a V betűt, ami nagybetű, tehát fontos az, hogy a jelszavakban legyen kis és nagybetű szám, speciális karakter, és akkor innentől kezdve, hogyha vesszük csak az első betűket, akkor annak már nem lesz jelentése önmagában annak a jelszónak. Vegyítjük a kis és nagybetűket, lehet elhelyezni évszámot is, hogy mikor született, és akkor esetleg, ha nem is évszámot, de egy-két számot behelyezni. Illetve vannak ilyen ötletek, hogy a A betű helyett kukacot írunk, az S betű helyett esetleg dollárjelet. Persze akkor, amikor már ilyen szabályszerűség van, akkor ez nem mindig szerencsés, de akkor, hogyha egy mondat, mindenki által nem ismert, csak általunk ismert mondatot választunk, akkor ez esetleg megvalósítható. És akkor lehet optimalizálni a különböző felületekre, hogy és ezt a bankra használom, ezt pedig az e-mail szolgáltatómnál. Igen, ilyet én is hallottam már, hogy mondjuk a végére oda teszem, hogy Digi, vagy Netflix, vagy nem tudom. Hát ne, a Netflix az N betűt, tehát meg az X-et, tehát hogy ne teljességét, tehát ne legyenek értelmes szavak benne, vagy szórészletek, és ez a kulcs. És nyilván elég hosszúnak kell lennie, 10 karakter. Elsősorban milyen adatainkra kíváncsiak? A bankkártyánkat kell legelsősorban félteni? Hát pénzügyi adatokra természetesen, ez a hozzáférési adatokra, tehát ez hogy hogyan lehet megszemélyesíteni egy szemét, tehát hogy az ő nevébe belépni esetleg, és hozzáférni személyes adatokhoz, vagy pénzügyi adatokhoz, igen. Beszéljünk egy picit a zsaroló vírusokról. Egy nemrég megjelent cikkben azt olvastam, hogy a világon minden 14. másodpercben támad egy zsaroló vírus. Hát nem tudom, hogy ez így van-e, de nagyon szeretném hinni, hogy nem így van. És ráadásul ezek is egyre szofisztikáltabbak, vagy egyre ravaszabbak? Ezeknek mik a történetük? Honnan indult egyáltalán a zsaroló programoknak a története? Hát annak idején, amikor szerintem a köztudatba bekerült, az a WannaCry volt 2017-ben, és ezóta ők fejlődnek, tehát többféle variáns is megjelenik. És sajnos nem csak a számítógépeinket, hanem minden, tehát mobileszközöket is, telefonokat is veszélyezteti. Alapvetően, és fejlődik, ha lehet ezt a szót használni, alapvetően hát háromféle van. Az egyik esetben csak zárolja a képernyőt, tehát a rendszer nem tudunk hozzáférni. Ugye mindig az az alapötlet, hogy nem tudunk hozzáférni az adatainkhoz, vagy legalábbis az esetek többségében. Másik esetben akár titkosíthatja is az adatainkat, fájainkat. És akkor valamilyen váltságdíjat kér, és azt kell kifizetnünk, és azzal hiteget minket, hogy akkor majd vissza tudja állítani számunkra a rendszert, és újra fogjuk tudni használni. Tehát az első alapszabály, hogy nem szabad kifizetni a váltságdíjat, mert mindig többet és többet kérnek.
A utóbbi időszakban megjelent például a telefonok esetén ezek a kémprogramok, tehát megfigyelő spyvereknek hívjuk, gyűjti a GPS koordinátákat, meg minden fájlt, ami található a telefonon, amit tárolunk esetleg, fotók, videó, audio fájlok, és megvizsgálják, és abban az esetben, hogyha olyat találnak, akkor lehet, hogy azzal zsarolnak minket, hogy ha nem fizetünk, akkor nyilvánossá teszik ezeket a fájlokat. És úgy tudom, hogy már egészen odáig merészkedtek, hogy már egészségügyi intézményeket is zsarolnak. Igen, igen, ez a 2017-ben előfordult, hogy Nagy-Britanniában egészségügyi intézménynek a fájait, adatait zárolták, ami nyilván életre veszélyes. Tehát mondhatjuk azt, hogy cégeket is, intézményeket is, illetve magánszemélyeket is egyaránt zsarolnak? Hát főleg egy jó ideig cégek, tehát attól váltak nagyobb összegeket, tehát cégek, vállalatok, de telefonok esetén magánszemélyeknél is megjelenik, igen. Cégek, egészségügyi intézmények esetében itt milyen jellegű károkról beszélhetünk? Nem feltétlenül csak anyagi, nyilván ott az a váltságdíj függvénye is, hanem hogy ezen kívül milyen károkról beszélhetünk még? Tehát itt a gond az, hogy ugye erre az időszakra leáll a szolgáltatás, mert hogy nem tudnak hozzáférni az adatokhoz, és akkor ennek a szolgáltatás leállása okozhat eleve kárt. Ha eznek híre megy, akkor ugye a hírnevük is, hogy ez mindig kellemetlen, hogy nem fektetnek elég energiát és költséget esetleg a védelembe. Tehát, és hát nyilván ezen túl, ha még esetleg kifizették magát a váltságdíjat, és akkor még az az összeg is megjelenik. Tehát jóval nagyobb kárral kell számolni, mint csak maga a váltságdíj. Elhangzott itt egy kulcs szó, a védelem. Hát hogyan lehet mindezek ellen védekezni? Hát én mondjuk például a telefon esetét mondom, hát ha személyes. Tehát az első dolog az, hogy mindenféleképpen izolálni kell a telefon, tehát ne csatlakozzon fel semmilyen helyi hálózatra, hogyha észrevesszük, és akkor meg kell nézni, hogy milyen rendszerrel állunk szemben. Az esetek, hogyha zárolják a képernyőt, akkor még van esély arra, hogy visszanyerjük úgymond, vagy visszakapjuk az adatainkat. Titkosító ransomware-eknél az a probléma, hogy nagyon jó titkosítást használnak. Tehát biztonságos olyan értelemben, hogyha nincs nálunk a visszafejtő titkos kulcs, akkor nem tudjuk visszanyerni az adatainkat. Tehát ilyenkor sokszor az a cél, hogy ne terjedjen tovább, tehát korlátozzuk a terjedését. Nyilván ezekben az esetekben meg lehet nézni, hogy vannak ilyen szoftverek, ami segítséget nyújthat, tehát a tipikus zsaroló program eltávolító, tehát van erre lehetőség. De ha végül is nem nyerjük vissza az adatainkat, tehát nem feltétlenül járunk sikerrel, akkor ilyenkor telefont érdemes szinkronizálni. Tehát vannak már olyan lehetőségek, hogy lementjük az adatainkat, vagy akár felhővel szinkronizáljuk, és akkor úgy vissza tudjuk nyerni az adatainkat. Mi segíthet nekünk egyébként ezeknek a felismerésében? Tehát itt ugye gondolok arra, hogy vannak olyan linkek, amiket szokták mondani, hogy feltétlenül ne nyissunk meg, mert akkor telepítődik ez. Itt vannak olyan dolgok, amik előremutatóak? Tehát nagyon fontos a megelőzés. Tehát itt próbáljunk gyanúval állni az olyan esetek előtt, ami nagyon kecsegtető. Tehát ha kapunk olyan e-maileket, amikor valami nagy nyereménnyel kecsegtet, vagy esetleg egy drága szoftvert ingyenesen ajánl, akkor gondoljuk át, és a csodák nem nagyon vannak, ne klikkeljünk rá, mert onnantól kezdve egy fertőzött weboldalra kerülhetünk, és akkor megtörténhet a baj. Másik pedig, ha van a rendszerünknek egy biztonsági megoldása, gondolok egy antivírus rendszerre, akkor azt ne kapcsoljuk ki, próbáljuk frissen tartani. Tehát ezek a megelőző instrukciók az tipikusan az, hogy foglalkozzunk a rendszerünkkel, és update-eljünk, frissítsünk, és legyünk óvatosak. Nagyon kevés időnk marad, de azért arra mindenképp szálljunk egy kis időt, hogy a Debreceni Egyetemen az önök karán folynak erre célzott kutatások, tanulmányok, amik az IT-biztonságról szólnak? Igen, most éppen jelszavakkal foglalkozunk, tehát próbáljuk ugyan biztonságosabbá tenni a felhasználói név és jelszó alapú hitelesítést olyan módon, hogy olyan leképezéseket tervezünk, ami úgymond lassítja a támadót. Tehát, hogy tipikusan ilyenkor a
nyílt jelszavakat tesztelgetik a támadók, akkor, hogyha egy offline támadásról beszélünk is, és akkor mi olyan alkalom, olyan megoldásra állunk, hogy igazán lelassuljon maga a támadó, hogy egy-egy jelszónak a tesztje lassabb legyen. Persze az illető, hogyha megadja a helyes jelszót, akkor az a felhasználó számára hatékony és kényelmes, viszont a támadónak lassítja az algoritmusát, és ezzel csökkentjük a gyenge jelszavaknak a számát, egy kicsit tudjuk csökkenteni. Hát nagyon-nagyon sok hasznos tanács hangzott el, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.